Újra itt vagyunk a délután utolsó mérkőzésével. Jön Ian White és Patrick Gosznak egymás elleni meccse. Hát ez is egy érdekes találkozó. Jön a másik, vagy második itt a délutáni programban, második helyi szereplőnk, egy osztrák úriember Gosznak személyében. És csak reménykedhetünk benne, hogy ez nem fog olyan csúfos véget érni osztrák szempontból, mint az első meccs Madars Razma és Mihály Rasztovics között, ahogy a 6-0 lett az eredmény. Reméljük, hogy bár a fogadóirodák egyértelműen White-ot tartják az esélyesnek, és ez mondjuk nem is meglepő, de azért bízunk benne, hogy nem nullázás lesz a vége ennek a meccsnek. A Patrick Gosznak olyannyira ilyen, nem is tudom, a semmiből érkezett, hogy semmi adatunk nincsen róla. Egyébként konkrétan igen, nekem, mivel van egy Facebook oldal, amit szerkesztek, és oda kiraktam ugye a mai menetrendet, és ahhoz ugye szoktam összeszedni képeket a játékosokról, konkrétan a Facebook oldaláról kellett kölcsönöznöm képet, mert semmi sehol máshol nem találtam róla olyan képet, ami legalább úgy minimálisan jelezni, hogy egy darts játékosról van szó. Viszont jól kezdett. Azt azért megfigyeltem, hogy jellemzően inkább szoftozni szokott, tehát inkább a műanyaghegyű nyilas gépidárcos szakágnak a szerelmese, de ez természetesen nem jelenti azt, hogy nem lehet egy kiváló játékos, és látjuk, hogy egyelőre nincsen igazán megilletődve. Jó, be kell hajolni, az látszik, mert magas játékos. Nem feltétlenül azért neki ez a, hát bármi is elképesztően magas, és mégsem hajol be ennyire. Na, ő így érzi magát komfortosan. Mindenki, ez mindenkinek a sajátja. 58. 264-re Ian White. Mondhatjuk azt, hogy a Professional Darts Corporation egyik leghatalmasabb trollja az ember. Mindig képes valami váratlant húzni, mikor valamelyik játékostársát éppen interjú voltatják, ő képes arra, hogy egy bizonyos nylon szatyorral a kezében így szépen átvonuljon a háttérben, de még akár meg is áll, és így nézelődik, hogy most itt éppen mi történik. Elképesztő figura. És egyébként egy igazi szürke eminenciás. Na nézzük, 124-re kell még a tripla 14, jó a szimplaics és a bulla végére. Nem volt rossz kísérlet, viszont még mindig maradt 25 pont. Gosznaknak a 170 nem lesz meg. Tripla 18. Nem, maradt a 20-ason. 17-es. Dupla 4. Gyönyörű megoldás. Nézem, hogy 2018-ban és 2019-ben is részt vett a selejtezőn az Austrian Darts Openre, akkor nem sikerült neki, most viszont a döntőben Robert Oberwinklert győzte le. Hát az igazából az ugye a negyed döntő volt, mert négyen jutottak be a selejtezőből, és ugye a negyed döntőket lejátszották, utána már nem játszották tovább, hogy most kihanyadik, hanem random besorsolták őket. Nekem abból az eredmény listából, ahogy végigment egyébként a selejtezőn, megmondom őszintén, hogy az első mérkőzése a legmeglepőbb, hogy 5-0-ra lesimázta Christian Kallingert. Nem is igazából az eredmény, hanem az, hogy Kallinger mennyire gyengén játszott. Ő is benne volt egyébként abban a Bulls Super League-ben, ami anno a PDC VB-re jelentett utat a régió játékosainak. És hát Kallinger vastagon 80-85 körüli játékos volt, ehhez képest még jól láttam a 68-as átlaggal. Tehát bukott, ez totálisan alul teljesített Kallinger. Nyilván ez Gosznaknak az érdemeiből semmit nem volt le. Ő megoldotta, mások meg nem tudták. 59. Sweet Caroline. 59.
csendes mederben csordogál ez a mérkőzés. 51. Triplák nélkül. Hát igen, egyelőre nem nagyon történik olyan, amire úgy megugranánk. White hozta a saját kezdését, most hátsó pályáról megpróbál még egyet hozzátenni. Viszont jön egy szektorhiba, így marad a 168, ami nem kiszálló. Úgyhogy Gosznáknak esélye van 6 nyílból kiegyenlíteni. Marad a 106 pont. Így viszont már White lesz helyzeti előnyben. Jön-e a 140? Jön bizony, marad a 28. 106-ra. Tripla 18. Nem. Nem lesz meg. Nagyon szépen a végén egy duplával lekerekített 32-re. De dupla 14 Ian White-nak nem megoldhatatlan feladat. Viszont nem oldja meg. Nehezebben megy neki, mint Mansournak. Ne nézzük a dupla 16-ot. Megoldja első nyíllal. Na, van egy nyertege. Third leg in to throw first. Game on. Nagy az öröm. Na, ez most kellett. 121. Hogy állnak az átlagok? 80 alatt mind a ketten. 86. Nem véletlen, hogy egyelőre a közvetítésben nem hencegnek azzal, hogy kirakják a körátlagokat, illetve a kiszálló mutatókat. 59. De ahhoz képest, hogy milyen színvonalas mérkőzések voltak itt a délután folyamán, pont az utolsó sikerül ilyenre. Na de. 180! Hát erről van szó, én nekézem még egy kicsit a játékosokat. Csak bátran úgyse hallják. Jön a válasz? Nem. 125 mindössze. Hú. Mindössze a folytatás. Kiszállónak kiszálló a 137, de kellene hozzá az extra. 60, 137. Tripla 19. Nem lesz meg a kiszálló így. Ó, szektorhiba megint. 103 pontod van, igazából mindegy, hogy mit dob, csak tripla legyen. 53, így a vége, 84 maradt. 136-ra két tripla 20. Nem lesz meg így a kiszálló, csak kerekíteni lehet 40-re, vagy 36-ra. Vagy 93-ra maradni. Ugyanúgy, mint az első legben, marad a 25 pont a végére. Rámegy a tripla 19-re, két nyíl, dupla 18-ra. Nincs azonban meg. Megvan a 17-es, dupla 4-re, két nyíl.
Azt hova belerántotta. Hát nem sikerül javítani a színvonalon. Az egyelőre nagyon szenvedősnek ígérkezik. Nyilván bármikor átszakadhat náluk valami. Na, dupla 9. És az már benne van. 2-1-re vezet Patrick Gossnak, elveszi Ian White kezdését. Mondjuk beszédes, hogy eddig 21 nyilasokkal tudott operálni az osztrák. Nyilván őt ez a legkevésbé sem zavarja. Ő az eredménnyel foglalkozik, nem pedig a körátlaggal. Azt néztem, hogy Sweet Caroline szépen éneklik ugye a szurkolók, és rájöttem, hogy most ugye a színpadról nem kapnak ehhez segítséget, meg görni nincsen. Igen. Ő a hétvége folyamán ezt nem fogja velük énekelni. Két kör alatt nem sikerült még csak 100-at sem elérni Patrick Gossnaknak. Mondanám, hogy egymást húznák lefelé, csak nem tudom, hogy melyikük melyiket. -45 mindössze a folytatás. De gyorsan végig nyálazom most már akkor a selejtezőnek az eredményeit. Azt mondja, csak szűrjünk rá Gossnakra. Na, végre valami. Beszéltünk Zsoltival délután, így adáson kívül ennyi kulisszatitkot elárulhatok arról, hogy egy-egy közvetítés milyen, és hogy milyen az, amikor jó mérkőzés van, milyen az, amikor rossz, és hát ez a tipikusan az a példa, amikor a... teljesen mindegy, hogy itt mit csinál az ember, mert jót nem igazán lehet elmondani erre ez a ez a legyünk túl rajta. Igen, hát ez ilyen. Ez a legyünk túl rajta kategória. Biztos vagyok benne, hogy önök is pontosan ugyanígy éreznek. No. Úgy nézett ki Gossnaknak a Host Nation Qualifier-e, ami ugye 28-án, tehát tegnap volt az esti órákban, hogy 32 között 5-3-ra legyőzte Armin Glanzert, egy 84,86-os körátlaggal. Majd a 16 között 5-0-ra lesimázta Christian Kalingert 80,81-es átlaggal, és a negyed döntőben, ami ugye már a bejutást jelentette a tornára, ott szintén 5-0-ra nyert Robert Oberwinkler ellen 78,28-as körátlaggal. Úgyhogy ez volt neki az útja. És közben Ian White egy 16 nyilassal kiegyenlített. Hogyha már ennyi szabad időnk van, akkor megnézem, hogy Ian White mit művelt. Egészen jó, bele fog férni az időben. Én közben az átlagokat nézem, ugye felsoroltat, hogy milyen átlagokkal kvalifikált Gossnak tegnap. Hát most nincs 74 az átlaga, 73,97, és Ian White sem éri el a 80-at. Na akkor csak, hogy kellően sokkolódjunk, Ian White jelenleg 78,60, ki is teszik nekünk az átlagokat. No, nekik március 18-án, tehát a Tourcard birtokosoknak március 18-án pénteken volt a selejtező erre a tornára. A 96 között Vincent van der Voort ellen 6-5, mégpedig 95,15-ös körátlaggal. Majd a 48 között Richie Burnett ellen 6-4, 102,34-es körátlaggal, és ugye ott onnan 24 játékos jutott be a tornára, tehát aki sikerrel vette a 48 közötti mérkőzését, az ugye bekerült a tornára. Tehát 95-ös és 102-es átlagot dobott a selejtezőn Ian White, ehhez képest most tart 79-nél. Kösz. Tehát, nem tudsz rá nagyon mit mondani. Tehát ebből is látszik, hogy, és ezzel szerintem nagyon sokan a sportfogadók közül is egyet fognak érteni, hogy ha van sportág, amire nem szabad pénzt tenni, az a darts. Mert itt nem jól keltem,
egy centivel arrébb tettem le a lábamot, amikor kimásztam az ágyból. Nem a bal lábamat tettem le előbb, hanem a jobb lábamat tettem le. Tehát annyi tényező van, ami befolyásolhatja azt, hogy egy játékos, amikor oda kerül, hogy színpad és mérkőzés, hogy hogyan fog teljesíteni, lehet, hogy egy teljesen bagatell dolog az, ami az egész napját tönkre vágja neki. És ezt ugye nem lehet előre megjósolni. Tehát most azok után is, hogy Barry Van Peer milyen fantasztikusan játszott két héttel ezelőtt Münchenben, szerintem senki nem gondolta volna, hogy 76-os körátlaggal lazán ki fog zuhani. Mert jó, nyilván benne van az, hogy egy Jim Williams-től bármikor kikaphat az ember, de hogy 76-os átlagot dobva azért az... Na. 126 pontra érkezett meg Gosznák, nézzük White-ot, 85-re, tripla 15. Megvan, dupla 20-ra, 2 nyíl. Még mindig. És megcsinálja. 18 nyilas játék. Nem dobtak még 5 köröset. Pedig már a lehetséges 11 legből 5-öt lejátszottak. Nem ezen a találkozón fog szerintem az Austrian Darts Open következő 9 nyilasa megszületni. Elég valószínű. Meg nem most szereti meg a darts sportot az, aki most néz először egy ilyen mérkőzést. Egyébként ez, azt kell mondjam, hogy ez egy olyan találkozó, amire ők egy magyar nemzeti bajnoki forduló már így felkapnák néhányan a fejüket, hogy hoppá, itt azért valami zajlik. Tehát ez bizonyos, tehát ugye nyilván minden... Nyilván közeg. Így van, közeg, viszonyítási rendszer kérdése minden, de van olyan hely, ahol azért... Nem azt mondom, hogy ölni tudnánk azért, hogy ilyen szinten tudjunk játszani, de sokat adnánk érte. 121. Tehát Ian White 79,73-as átlagnál tart. Jelenleg ilyen az, amikor Ian White rosszul játszik. Én amikor jól játszok, akkor nem tudok ilyen átlagot dobni, de hát nyilván nem is én vagyok ott a színpadon, tehát nem nekem kell így játszani. Persze, minden viszonyítás kérdése. Így van. Szerencsére én már 6 évvel ezelőtt rájöttem arra, hogy nem én leszek a következő magyar játékos, aki PDC színpadon fog játszani. Elfogadtam a sorsomat, és szerintem ez egy nagy megkönnyebbülés egyébként is a dartsnak. Hogy... 106 pontra érkezik meg Gosznák. Van egy-két jó körük, csak van egyébként. Utána a következőt kellene kicsit jobban összerakni. Patrick Gosznák azért kezdi utolérni ilyen White-ot, most már is 77-es átlagnál. Tehát jelenleg ez a leg úgy néz ki White-nak, hogy kezdett egy 23-assal, majd dobott egy 121-et, oké, rendben van, majd 35-48. Tehát erre most igazán nem lehet mit hozzáfűzni. Na, itt is egy 42. Igen, az utolsó nyíl az a dupla 18-ra ment volna, hogy azzal kerekítsen 32-re. 26. Ez az. Sikerült, megvan. Képes voltál rá. Mekkora öröm volt. Szegényként. Nem, egyébként ez nekik is kellemetlen. Tehát ő... Nyilván Gosznák élete első ilyen szereplése, megoldja közben 17 nyilas játékkal, kiegyenlít. Tudod, mit figyeltem hátul? Hogy ott ül Jansen apuka. Igen. Továbbra is, és mutogatott White-nak, hogy koncentráljon és figyeljen. Persze. Jobban. Persze, hát ők azért ismerik egymást személyesen, hiszen ugye Jansennek az édesapja nyilván rendre elkíséri Danit a különböző Players Championship versenyekre, és ő találkozik ezekkel a játékosokkal. De tök jóban vannak. Persze. Hát most tudok még ilyen baráti összefonódásokat, például a Rodriguez tesók, Rastovics, meg a Kim Heibrechtszel, ők majd, hogy nem mindig együtt mozogtak, amikor közösen voltak versenyeken, tehát ők is nagyon, nagyon jóban vannak egymással. Ugye vannak, akik ugye az állandó edzőpartnerek, például Raymond van Barneveld és Mervyn King nagyon jóban van, de például Mervyn King és Steve West is nagyon jóban van egymással. Ugye egy időben a Covid alatt volt, amikor Vandenberg Peter Wright-nál vendégeskedett és vele együtt készült. A Gary Anderson, Michael Smith duó, ugye tudjuk, hogy ők is ugye mentorált duó, de hát nyilván ugye a legklasszikusabb talán az a Phil Taylor, Adrian Lewis
páros, tehát vannak azért itt nagyon jó emberi kapcsolatok a játékosok között. És szerencsére kevés olyan valami, ami a zsigeri gyűlöletről szól. Van ilyen is sajnos, ugye tudunk róla, az okokat azt most inkább én nem firtatnám, hogy miért, de szerencsére ebből van kevesebb. Nem lesz meg a 121-es kiszálló. 56 marad. Itt lehet az első ötkörös a mérkőzésem. Hát nem szorongatja meg Gosznak White-ot. Hát ebben a legben semmiképp. Megvan a 16-os, dupla 20-ra két nyíl. És megvan az első ötkörös a találkozón. 1-14 nyilas formájában Ian White 4-3-ra ismételten magához ragadja a vezetést. Na! 180! Felrobban valósággal az aréna. Annak nagyon rosszul esetett ez, aki bealudt a hátsó sorokban, mert lehet, hogy volt olyan. Jön-e a negyedik? Nem. Hát akkor lehet, hogy kifutottam volna innen az ajtón, hogyha megdobja Gosznak a 9 nyilasat. Meglepődtem volna, de látod, 140 azért jön utána. Gyönyörű. 39. Szegény White. Hát ennél azért kevésbé szenvedős mérkőzést kívánt magának. 45. Van rá 6 nyíl. Annyi biztosan kelleni fog. Na, most nem jön szektoriba ez kiszálló. Így pláne. 140. Na nézzük 76-ra. Tripla 20, 16, és akkor a dupla 20-ra. 127. Pedig más kezéből szállva ezek az MVG nyilak már hányszor eltalálták ezt a szektort. Tripla 17. Bull. Marad a 48 pont. Harmadik kísérlete volt a Búra White-nak. Ez volt a legrosszabb mindközül, mert most még el se találta. Gosznak pedig köszöni szépen. 4-4. Hát ő él ezekkel a lehetőségekkel. Tehát, amit tud az ő szintjén, azt megpróbálja kihozni. Más kérdés, hogy azért lehet ez egy ilyen szoros mérkőzés, mert ilyen White pocsékul játszik. Jelenleg 80,44 a körátlag a White-nak. 76,37 Gosznaknak. Na, 140. Ez milyen szépen szörnyűködtünk még így kora délután azon, hogy Jim Williams egy 86-os átlaggal is nyerni tudott, és ott lesz holnap, és hát itt meg lehet, hogy 80 alatti átlaggal lesz egy továbbjutónk. És jelen pillanatban úgy állunk, hogy Gosznak helyzeti előnybe került hátsó pályáról, hiszen úgy van 62 pontos előnye, hogy 3 nyillal kevesebbet használt el ebben a legben eddig. És mindössze 28-al folytatja. Váltás 20-asra. Nem lesz meg a kiszállóra érkezés. 58 mindössze.
Százas. Marad a 112, kiszállón van Gosznak. Húha. Hova? Már váltani kellett volna a második nyillal. 19-ese, így már nem lehet White kiszállón, bármit csinál. Patrick, you're 112. Tripla 12. Nem, maradt a 20-asom. 52-re érkezett ezzel meg az osztrák. Biztos vissza fog még térni. Na de White. 140. Ad magának egy kis esélyt, hogyha Gosznak rond. Akkor ott legyen. De ez is beszédes, hogy a 6. körben egy 140-nel érkezett meg 64-re, de túl későn Gosznak megoldja a kiszállót 52-ről. És kezdhet azért, hogy megnyerje a mérkőzést. Hát tényleg kihasználja azt, hogy az ellenfele így játszik. 50%-os kiszállózás az osztrák játékostól. Ian White 79,95-ös átlag, Patrick Gosznak 77,71. Ezzel most egy picit javít. Igen, és azért azt nem szabad elfelejteni, hogy utoljára az Austrian Darts Open-t az 2019-ben, tehát még a Covid időszak előtt rendezték meg. 180! És a 2019-es tornán Ian White egészen a döntőig jutott el, és döntőlegben 8-7 arányban maradt alul Michael van Gerwennel szemben. Hát nem hiszem, hogy pont egy ilyen visszatérésről álmodott volna az angol játékos. 59. Na, számolni viszont nem tudunk. Maradt a 162, ami nem kiszálló. Királyság. Nagyon 135, szép. És megint, tehát 87-nél rádob a tripla 20-ra, marad 27 pont. Tehát számolni az luxus, de hát ha megoldja a kiszállót, aztán a kutyát nem fogja érdekelni. 44, marad a 160, egy 11-es, és meccsnyilag dupla 8-ra, dupla 4-re, és megcsinálja! Ez igen. Lesz osztrák a második körben. Hát az biztos, hogy előjáróban nem azt mondták volna, hogy ez Patrick Gosznak lesz. Ez tipmix gyilkos mérkőzés volt, az biztos. Krzysztof Ratajski tehát Patrick Gosznak ellen fog mérkőzni a holnapi délután első mérkőzése során. Egy gyorsan megnézem, hogy mi volt a szorzója ennek a meccsnek. 6,5-szeres pénz volt arra, hogy Gosznak meg fogja nyerni. 1,08 mindössze ilyen vajtra. Országos egyes. Hát ehhez képest lett belőle egy jó kettes. Látszik rajta, hogy élete legnagyobb sikere ez. Patrick Gosznak ott lesz tehát holnap. Még könny is gyűlik a szemével. Na, hát legalább ezért megérte. Ez szép. Igen. Szép. Hát ez volt akkor a délutánunk utolsó mérkőzése. Este 7-kor folytatás. Zsolti marad, és Kassai Tóth Csaba érkezik majd mellé. Várjuk Önöket majd akkor is. Várjuk Önöket szeretettel. További szép napot. Viszlát.